A Szabadka Város Köztájékoztatási Pályázati Bizottsága 15.920.000 dináros költségvetésből 3.900.000 dinárt biztosítana a magyar médiumoknak. Ez szerepel a polgármester elé terjesztett javaslatban. Amennyiben a lakosság nemzetiségi összetétele alapján osztaná ki a pénzt, a magyar médiumoknak a teljes összeg mintegy 38%-a járna, azaz körülbelül 6,5 millió dinár. Ehelyett 3.900.000-et adna a Városi Bizottság. Nem egy párt, nem a városvezetés pénze, hanem Szabadka város adófizető polgárainak a pénze, és ha már 38%-ba járulunk a közös kassa, azokkal a javakból is illenék 38%-ba. Külön kategóriában pályázhatott az írott sajtó és az elektronikus média. A teljes összegből a lapok között mintegy 2 millió dinárt osztottak szét. Bizottság javaslata értelmében a 7 nap az 650.000 dinára lenne jogosult, vagy kapna, a Subotičke Novine pedig 950.000 dinár. A források elosztásáról a végső döntést a polgármester hozza meg. A Városi Köztájékoztatási Pályázati Bizottság mindössze indítványokat fogalmazhat meg.